Hát nyilván ott lebeg mindenki előtt ugye az olimpia, hogy milyen közel van, de azért nekünk előtt ugye van a rövid pályás időszak, úgyhogy egyelőre még azzal próbálunk foglalkozni, és akkor majd januártól viszont tényleg már csak az olimpia. Kis László azt mondta, hogy nem voltatok igazán csúcsformában Sánkhájban. Ilyenkor ez variálható, hogy az olimpiai ciklusra kihozzátok magatokból a maximumot, előtte mondjuk, hogy ilyen rövidpályás EB-n kevésbé teszitek oda magatokat, ez lehetséges, vagy így lehet gondolkozni? Nem, hát úgy gondolom, hogy elég sok idő van ugye a két verseny között. 4 hónap alatt elvileg meg lehet csinálni egy ciklust, úgyhogy ez semben nem fogja befolyásolni az olimpiai szereplést. És hát reméljük jobban sikerül azért a formaidőzítés meg a felkészülés, mint tavaly. Ugye annyiból kedvezőbb a helyzet, hogy Európában van, nem kell átállnunk. Úgyhogy reménykedünk. Jó néhány hónap eltelt Sánkháj óta. Mennyire él még benned az egész? Hát nem sokat szoktam rá gondolni, mert ugye nem életem legsikeresebb versenye volt, úgyhogy próbálok vele inkább nem foglalkozni és túltenni magam rajta. Hogy elkezdtem újra edzeni, és inkább azon van a hangsúly, mint hogy visszafelé gondolkozzak, hogy milyen volt Sánkhájban. Londonban mivel lennél elégedett? Hát ezt titkolom magamnak, hogyha nem gond. Minden jobb eredménnyel, és amit úgy gondolom, hogy 4 éve elszalasztottam, azt most szeretném bepótolni.